sziréna bűvöletében, rendőrök és tűzoltók napja a Békés Csabai főtéren. Fellini klasszikusa a Jókaiban. Pénteken mutatják be az Országúton című film színpadi változatát. Ukrán néptánc Békés Csabán, ismét Magyarországon turnézik a Virszki tánc együttes. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Szent György és Szent Flórián napja alkalmából tartottak csütörtökön rendőr és tűzoltó napot Békés Csabán a Szent István téren. A rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai a mindennapi munkájukban használt eszközeiket mutatták meg az érdeklődőknek, a gyerekeket pedig játékos feladatokkal is várták. Nem tudok nyugodt maradni, megértette? Az egész délelőttöt betöltő program egyik leglátványosabb eleme az a kutyás bemutató volt, amelyet a Dunakesziről érkezett rendőrségi, oktatási és kiképző központ munkatársai tartottak. A rendőr és tűzoltó napi rendezvényre sok óvodás és iskolás gyermek is kíváncsi volt. Megnéztük a fűszobát, nagyon átláthatatlan volt a szoba. Megnéztük, ilyen fel kellett venni ilyen gamer szemüveget, és végignéztük egy ilyen videót arról, hogy hogy gyulladt ki egy ház, mert felelőtlenül a tüzet ott hagyták, és elég ijesztő volt. A katasztrófa védelem által kínált programokon a tűzoltók munkájával is megismerkedhettek az érdeklődők, akik számos eszközt is kipróbálhattak. A katasztrófa védelem munkatársai egy tálcatűzoltási bemutatót tartanak, amelyet az ide látogató gyerekek és felnőttek is kipróbálhatnak. Ezek mellett a Békés Csabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egy gépjármű fecskendője tartózkodik a helyszínen, valamint egy magasból mentő gépjárműve. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság is több látványos és játékos programmal várta a főtérre látogatókat, annak érdekében, hogyha valaki bajba kerül, bizalommal forduljanak hozzájuk. Ennek a bizalomépítésnek az egyik fő rendezvénye mindig a rendőrnap, és ezúttal rendőr és tűzoltó nap van itt Békés Csaba főterén, hiszen Szent György nap és Szent Flórián nap nagyon közel esik egymáshoz, illetve hát nagyon jó a két szervezet között az együttműködés. Ilyen formában szerveztük meg ezt a rendezvényt ide Békés Csaba főterére, és így, hogy közösen szerveztük, rendkívül látványos is, úgy gondolom. Nagyon sok gyermeket, fiatalt vártunk ide, és felnőttek is szép számmal érkeztek. A rendőrség több állomást állított fel. Voltak baleset megelőzési feladatok, különböző tesztfeladatok, bűnmegelőzési játékok és kerékpáros ügyességi pálya. De a gyerekek beszállhattak a rendőrautóba, vagy felülhettek a motorra is. A rendőr és tűzoltó napon a Békés Csabai Mentő Alapítvány is jelen volt, így az érdeklődők egy igazi mentőautóba is beülhettek. Speed Marathon elnevezéssel 24 órás fokozott sebességellenőrzést tartottak hazánkban az elmúlt héten. Az akció több mint 1300 helyszínen zajlott, a rendőrök pedig összesen 6053 sebesség túllépést állapítottak meg. A rendőrség a fokozott ellenőrzés előtt a lakosság javaslatai alapján a helyi adottságokat is középpontba helyezve választotta ki a helyszíneket. A sofőrök így Békés Csabán többek között a Dobozi úton találkozhattak sebességmérő berendezéssel. Minden esetben betartom a sebességhatárokat, és a útviszonyoknak megfelelően vezetek. Fontos ezeket betartani, mert így tudunk biztonságosan közlekedni. A Speed Marathon elnevezésű akcióban 24 órán keresztül a rendőrség valamennyi sebességmérő eszköze működésben volt. Az ellenőrzés arra hívta fel a figyelmet, hogy a statisztikák szerint a közlekedési balesetek legfőbb oka a gyorshajtás. A statisztikák azt mutatják sajnos, hogy országosan és Békés Vármegyében is a vezető baleseti ok, a gyorshajtás a vezető baleseti okok között van, ami Vármegyénkben is. Ugyanakkor örömteli például, hogy a Speed Marathon kapcsán azt tapasztaljuk az elmúlt években, hogy amikor kérjük a javaslatokat és előre meghirdetjük a mérési helyszíneket is, tehát a közlekedők partnerségét kérjük, hogy bizony tartsák be a megengedett sebességet, akkor ezt zömmel meg is teszik. A rendőrök több mint 1300 helyszínen dolgoztak a 24 órás ellenőrzés alatt, közel 610 000 járművet állítottak meg, és 6053 sebesség túllépést mértek.
A dr. I. és Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény második alkalommal rendez szakmai konferenciát Békés városában. A résztvevő pedagógusok 3 napon keresztül sajátíthatják el az új módszertani ismereteket. A konferencia célkitűzései között a jelenlévők szakmai feltöltődése, fejlődése szerepel. Ahogy azt az első nap fő előadója, Reményi Tamás egyetemi oktató is elmondta, a tudás átadása legfontosabb. Én azt gondolom, hogy mindig az adott téma fókuszba helyeződik, és ezáltal a kollégák is jobban elgondolkodnak azon, hogy tudatosabban a hétköznapok során is alkalmazzák azokat az ismereteket, tapasztalat cseréket, amelyeket itt hallanak a konferencián. A rendezvény újbóli megrendezését az első alkalom sikere indukálta, erről már a Békési Gyógypedagógiai Intézmény vezetője beszélt. Érezzük, hogy a gyógypedagógusok, a gyógypedagógiában foglalkoztatott szakemberek mennyire éhesek a tudásra, és olyan programokat próbáltunk összeállítani, amellyel a jelen igényeket ki tudjuk elégíteni. A helyi önkormányzat támogatásával megszervezett szakmai konferencia meghívott vendége volt Kálmán Tibor polgármester is, aki szerint az iskola nagy értéket képvisel. Ez az intézmény és főként a benne dolgozók olyan értéket képviselnek a városunkban, olyan tudnak, amelyet szerintem nagyon kevesen az országban, és olyan magas színvonalon is tudják a gyógypedagógiát művelni, ha így fogalmazok, ami mindannyiunk számára tanulság, még nekem a laikus számára is. A pedagógusok a 3 napos országos gyógypedagógiai konferencián jó gyakorlati bemutató órákon és szakmai előadásokon vesznek részt. Fenntarthatósági téma hét zajlik a Békés Csabai Vásárhelyi Pál Technikumban. A diákoknak szerda délelőtt 10 csoportban újrahasznosítható anyagokat kellett kreatív módon felhasználniuk. Fekete Vencel, a vízmű dökelnöke elmondta, iskolájukban kiemelt figyelmet kap, hogy a tanulók minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után. Nagyon-nagyon fontosnak tartja meg az iskolavezetés, illetve a tanári tantestület is nagyon-nagyon fontosnak tartja azt, valamint a diákság is, hogy megismerjük a környezetünket, és azokat az alternatív lehetőségeket mind az építészetben, mind a környezetvédelmi szempontokban, amelyek a jövőnket biztosíthatják. A Vásárhelyi Pál Technikumban a diákság egyéni szinten is igyekszik környezettudatos döntéseket hozni, erre a most megrendezett témahét is motiválja a fiatalokat. Nagyon sokan nem, de például nálunk az osztályban úgy vagyunk összetéve, hogy egyik az fluidumkitermelés tanul, a másik meg környezetvédelmet, és a környezetvédők ránk nagyon sokszor szólnak, mert vannak osztálytársaink, akik nem szelektíven gyűjtik, nagyon sokszor kipakolják a kukát, szelektálják, úgyhogy nálunk erre figyelnek. A szervezők jövőre szeretnék más iskolákkal együttműködésben kibővíteni a tematikus hét programjait. Schneider György igazgató hangsúlyozta, intézményükben jelentős múltra tekint vissza a környezetvédelmi oktatás. Mi már 2016 óta megszervezzük a fenntarthatósági témahetet intézményünkben, mivel hogy a szakjaink olyan szakok, amelyhez mindegyikhez csatlakozik a fenntarthatóság. Főleg a vízügyi technikus és a környezetvédelmi technikus képzésünkhöz. A diákok különféle teszteket és tudásmérőket is írtak ezen a napon, amelyeket csoportként pontoztak, majd díjaztak. Federico Fellini egyik legismertebb műve, az 1954-es Országúton című film színpadi változatát mutatják be a Békés Csabai Jókai Színházban Kis József rendezésében. A darab premier előtti főpróbája csütörtökön zajlott. Hol? Róza! Meghalt! A történet harsány, mégis megható. A nagy felismerésről szól, ahogy a mutatványos életét megváltja a szerelem. A kis Gelsomina az érzelmektől mentes Campano saját példáját felmutatva kiragadja az állati létből. Campano szerepében Bartus Gyulát láthatja a közönség. Nagyon beszűkült agyú, stupid, primitív, érzületű embert kell megcsinálnom, akinek az érzelmi világa valami kevés. Tehát a környezetére mondhatni úgy, hogy egy eléggé veszélyes dúvadról van szó, aki, ha nem úgy történik az életben valami, ahogy ő elképzeli, akkor dűt borít, és
vadállatmódra érvényt szerez a jogainak. Azt hiszi, hogy vannak jogai, főleg mások feletti rendelkezési joga van. Az országúton egyszerre cirkuszi játék és egy furcsa szerelem szívszaggató története. Federico Fellini fantázia világa ebben az alkotásban kezd formát ölteni. A színházi megvalósítás is abba az áramlatba kapcsolódik, amelyet Chaplin indított el. A néma filmek nincstelen, nagyon nehéz sorsú emberei dicsővé, a saját emlékművükké válnak. Egy nagyon lelketlen, kegyetlen, zord férfi, és egy nagyon kedves, finom nő, aki még ráadásul mentálisan nem elég teljes, de minden, ami egy emberben fontos és kötelező lelki tartalom, az bennem megvan. És ezek ketten egymásnak feszülnek, és végigjárnak egy utat, egy országutat. A darab premierjét április 28-án, pénteken tartják. Ragyogó, Delszomina, művésznő! A 85 éves Virszki ukrán állami népi együttes ismét Magyarországon vendégszerepel. A számtalan nemzetközi díjjal büszkélkedő társulat szerdán este a Csaba Gyöngye Kulturális Központban kápráztatta el a közönséget. A Virszki ukrán állami népi együttes 8 évvel ezelőtt is járt Békés Csabán. Előadásukat többen szerették volna újra megnézni. Úgy gondoltam, hogy ha 8 év után újra eljönnek, akkor mindenképpen el kell jönnöm és meg kell nézni őket. Nagyon szeretem a népi táncot egyébként is, de ez az ukránoknak ez a fantasztikus táncuk, vagy az az akrobatika, amit a táncok közben végrehajtanak, ez annyira lenyűgöző, hogy ezt mindenkinek látni kell. A 100 tagból álló együttes 47 táncossal érkezett Magyarországra, és két hét alatt hazánk 13 nagyvárosában vendégszerepel. A Virszki Ukrajna valamennyi régiójának jellegzetes néptáncából adott ízelítőt a 2x50 perces előadásban. A tánccal szeretnénk a magyar embereknek megmutatni, hogy milyenek az ukrán néptáncok és az ukrán emberek, ezáltal pedig szeretnénk barátságot kötni a két nép között. Az együttes pénteken Szombathelyen, szombaton pedig Szolnokon lép színpadra. Bár vezetett, végül mégis vereséget szenvedett a Békés Csaba 1912 előre a középmezőnyhöz tartozó Szombathelyi Haladás otthonában, a labdarúgó NB2 34. fordulójában. A Békés Csaba már a 7. percben megszerezte a vezetést, amikor egy szöglet után Albert István fejelt a kapuba. A hazaiak átvették a játék irányítását. Ennek köszönhetően a 24. percben Horváth Rajmond révén egyenlítettek. A találkozó 51. percében a kapujából kilépő Krnács Rihárd buktatta Molnár Rajmundot, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A 11-est a sértett magabiztosan értékesítette. A haladása 89. percben végleg eldönthette volna a mérkőzést, de Molnár Rajmund ezúttal a kapufát találta el. Ráadásban az előre egyenlíthetett volna, azonban Futó Zsombor 18 méteres lövését Mursics Roland hárította. A 95. percben Szalai Dániel fejese is kimaradt, így maradt a 2-1-es végeredmény. A Csaba vereségével visszacsúszott a 18. pozícióba. Óriási baj volt, hogy magunkra húztuk őket, és... Igaz, hogy 11-essel kaptunk ki, de úgy érzem, hogy fordítva is volt, egy 11-es a horvátot elkasztálták előtte. Itt megadta, amit nem adta meg, de végén tudtuk volna egyenlíteni Szalai 3 méterről lukat fejelt. Teljesen üres kapu volt.
Pénteken kezdődik a női röplabda extraliga döntője. A Svitelszki Békés Csaba felnőtt együttese 9 év alatt 8. fináliára készül. A szerdai beharangozó eseményen Baran Ádám, az egyesület elnöke bejelentette, hogy a jövőben Molcsányi Rita nevét viseli, a Békés Csabai Röplabda Akadémia egyik pályája. A Svitelszki Békés Csaba 2022-23-as idény 3. fináliára készül, miután a Magyar Kupát ezüstéremmel zárta, míg a Mevza Kupát megnyerte. Tóth Gábor csapata az extraliga döntőjében a rivális Vasas Óbuda együttesével küzd meg a bajnoki aranyéremért. A párharc pénteken a fővárosban kezdődik. Már az elejétől kezdve szerintem egy nagyon kiélezett párharc lesz. Úgy érzem, hogy teljes mértékben felkészült a csapat, és nagyon jó állapotban vagyunk, mind fizikailag, mind mentálisan. A csapatnak nagy erőssége, hogy nehéz helyzetekből tényleg nagyon jól jön ki, és tényleg ez is egy úgymond egy nehézség, hogy idegenbe kezdünk, de szerintem képesek vagyunk rá, hogy az első mérkőzésen is már sikert érjünk el, és így elvegyük a Vasas pálya előnyét. A két együttes az előző idényben is egymás ellen játszott a bajnoki döntőben, ahol 5 emlékezetes és fordulatos mérkőzés döntött az aranyérem sorsáról. A csabaiak vezetőedzője szerint kiélezett párharcra van kilátás, ahol minden egyes győztes labdamenetért meg kell küzdenie a csapatoknak. Azt gondolom, hogy a két csapat nincs távol egymástól. Pont ezzel egyenlítjük ki talán az erőviszonyokat, hogy jó fizikai állapotban vagyunk, úgyhogy az alap elvárásom, vagy az első gondolatom az, hogy ez a párharc bele fog illeni ebbe a történelmi képbe, a sporttörténelmi képbe, amit a két csapat eddig hozott egymás ellen. A bajnoki döntőre való előretekintést követően Baran Ádám klubelnök bejelentette, a Békés Csabai Röplabda Akadémia egyes számú pályáját a BRS-e ikonjáról, Molcsányi Ritáról nevezik el. A klubvezető elmondta, fontos, hogy a helyi kötődésű Békés Csabai játékosok példaként szolgáljanak a fiatal generáció számára. Nagyon fontos az, hogy egy jövőképet mutassunk a fiataloknak, megmutassuk azt, hogy egy itt született, itt sportoló fiatalból is lehet olyan játékos, mint ami Molcsányi Ritából lett, aki Békés Csabának, illetve a magyar sporttársadalomnak és a röplabda társadalomnak egy elismert személye. Éppen ezért jött ez a nem mindennapos ötlet, hogy egy élő, aktív sportolóról neveleztük el a Békés Csabai Röplabda Akadémia egyes pályáját. Az esemény végén megnyitották a Sajtószemelvények a BRS-e történetéből című tárlatot, amely 2019 óta foglalja össze a klubbal kapcsolatos legfontosabb történéseket. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!